Sokan keresik a magyar úszósport sikerének titkát, önök közül sokan a letéteményesei ennek világszerte. Sokan gondolkodnak azon, hogy vajon hogyan lehet egy ilyen pici nemzet ennyire sikeres, ennyire nemzetközileg is fontos sportágban. A következő díjazottunk pedig azok közé tartozik, akik talán a legközelebb vannak a kulcshoz, és akik ezt a kulcsot előbb a hazai sikerek megalapozására, majd más nemzetek felemelésére is tudták használni. Fogadják szeretettel. A magyar úszóhírességek csarnokának új tagja dr. Tóth Ákos. Saját bevallása szerint úszóként csupán lelkes amatőr volt. Az élet végül úgy hozta, hogy a parton és a tanteremben vált világklasszissá. Szécsi Tamás már 1964-ben maga mellé vette asszisztensként, azaz a szakma összes fortéját valóban a legjobb helyen tanulta ki, mielőtt 1976-ban szövetségi kapitány lett. Bár az úszókapitánynak hivatalosan nincs direkt ráhatása a napi munkára, Tóth doktornak sikerült új dimenzióba helyeznie a sportágat. Igaz, nem akármilyen kitartásra volt szüksége, hogy a saját módszereiben vakon hívő Szécsi Tamást meggyőzze arról, sokat lendíthet a felkészülésen, ha videóznak az edzéseken. Majd azt is sikerült átvinnie, hogy készüljenek külföldi edzőtáborokban. 1984 után visszatért a TF-re, ahol 1986-tól önállóvá vált az úszótanszék, melynek hamarosan a vezetője lett. Később Kuvaitban vállalt munkát, majd a görög úszósportot helyezte új dimenzióba, miután éveken át ott kapitánykodott. Aztán a LEN úszóbizottságának tagjaként is tevékenykedett. Ma utódával, Sós Csabával párban formálják a magyar úszósport jövőjét a Testnevelési Egyetemen és a Magyar Úszó Szövetségben. A magyar úszó hírességek csarnokának új tagja, dr. Tóth Ákos. Fogadom dr. Tóth Ákost, a magyar úszó hírességek csarnokának új tagját. Sok szeretettel gratulálunk. Most pedig megkérem dr. Sós Csabát, aki éppen Tóth Ákostól vette át a TF tanszékvezetői székét, hogy méltassa a kollégáját. Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát Ákossal az a helyzet, hogy nekem nem szokásom, de talán mégis papírra kellett volna írni. Aztán rájöttem, hogy úgy sincs annyi idő, hogy végigmondjam. Szóval 76-ban találkoztam először Ákossal munkakapcsolatban. Akkor kezdtem a TF szakedzői szakán a nappali szakot, és Ákosnak ez volt az első igazán nagy feladata. Abba a csoportban volt többek között Széles Sándor, Verasztó Zoltán, és oda tartozhattam magam is. Ahogy a filmben elhangzott, elég hamar elszólította a szakma. Nem 1976, annyit pontosítanék, 77. január 1-től lett a magyar úszó válogatott szövetségi kapitánya, és nagyon hamar föltűnt alkotó kedvével, erejével, szorgalmával és egy különös tulajdonságával, a konfliktus kezeléssel, amire akkoriban igen nagy szükség volt, aztán persze ez később is időről időre előkerült. Kapitányként vezetett be olyanokat, amit a maiak kevesen tudnak talán, és ma már természetes. Ilyen például az edzőtáborok, ami elhangzott, valóban komoly csatát kellett vívni, mi is magunk is értetlenkedtünk. És az a nagyon egyszerű nemes megfigyelésből, hogy az úszók általában novemberben és februárban betegszenek meg, ekkor meleg égővi edzőtáborba vitt minket, valamint olyan helyre, magaslatra, ami Magyarországon érdemben nincsen. Majd a belföldi edzőtáboroknak a vitathatatlan hasznát is ő bizonyította, és vezette be először, hogy a világverseny előtt 4 héttel, 2 vagy 3 hétre belföldön edzőtáborba vonulunk. De szintén az ő újítása közé tartozott az úgynevezett élő örök világrangista fogalmának a bevezetése ebből az időből, amit az olimpia évébe praktikus tekintenünk, nem akarom most részletezni, nincs rá idő. De hát a sikerekről is essék azért szó, szóval amikor ő kapitány lett, akkor lett 28 év után először olimpiai arany, férfi úszásban pedig 44 évet követően, ott pedig mindjárt egy olyan, ami addig sohasem volt, hogy 2 magyar győzelem volt férfi úszásban. A vitathatatlan eredményei, amit itt szintén kevesen tudnak, hogy a két edző zsenit, akik hát egy asztalhoz nem nagyon ültek szívesen, ő egy asztalhoz tudta ültetni, majd később újabb bravúrral egy repülőgépre is, és aztán közös munkát tudott előidézni. Egy elvitathatatlan negatív momentum van az életének, amiről nem ő tehet. 1984-ben neki kellett közölni a válogatott úszókkal, hogy az olimpián nem veszünk részt. A tárgyilagossághoz ez is hozzátartozik.
Vladár Sándor, Vermes Albán, akik az életüknek egy részét ekkor rátették, hát nyilván nem örültek ennek. Ákos egyébként a versenyzőkkel is nagyon mély kapcsolatot ápolt. Én azt hiszem, nem bánja Albán is, ha elmondom, hogy nem egy vizsgájára az Ákos ment el. Na, nem levizsgázni helyette, bár egy nagyon érdekes sztori, az a Berente Ivánnál lévő vizsgádat szívesen elmesélném, de majd talán itt a vacsora alatt, ha nem bánod. És nekem is az orvos egyetemre a felvételimre ő ment el helyettem, mert különféle taktikai okok miatt az eredeti felvételén én beteg voltam. De ezeken túlmenően ugye Ákos túl az, hogy gondozott minket, és a 84-es olimpiát követően a kapitányi működését befejezte, visszatért az egyetemre. Tényleg nem akarok nagyon hosszú lenni, mert most már másfél órája megy a műsor, az úszók meg nagyon éhesek tudnak lenni versenyek után, és nem akarom őket hergelni. Szóval volt a magyaron kívül még három országban vagy vezetőedző, vagy szövetségi kapitány, így volt Kuwaitban, így volt Dél-Koreában, így volt Görögországban. Mindenkor komoly szerepeket vállalt, akár a szövetségben, és nem csak, mint korábban ez a kapitány, hanem később is, meg a nemzetközi szövetségben is, de az egyetemi alkotó munkája az kimagasló volt. Az irányításával és az ő szerkesztésében 4 egyetemi jegyzet készült, abból egy angol nyelven. Az csak itt zárójelbe közlöm a jelenlévőkkel, hogy ebből tanít a kanadai Vöröskereszt, ebből tanítanak Görögországban és Észtországban is. Majd ő volt, aki a nyugalomban, a tanári nyugdíjba vonulása alkalmával, de hát ezt nem engedtem el szegényt, de hivatalosan, amikor nyugdíjba vonult, letette az asztalra a felsőoktatásban a magyar úszás történetek első egyetemi tankönyvét, az úszás tankönyvét, egy több mint 500 oldalas remek mű, aminek az ömének ő a szerzője, és az egész közösséget ő irányította, amelyik ezt megalkotta. Emellett számtalan oktatófilmet csinált, 15-nél biztos többet, magyar-angol nyelven 2 ezüstgerely díjat nyert, amit többen úgy nagyjából körülbelül tudnak, hogy mit jelent. És hát komoly funkciókat vállalt, a Magyar Úszó Szövetségnek szakmai alelnöke volt, a LEN TSC-nek a tagja, de ennél kimagaslóbb akkor még kandidatúrának hívták, ma nagyon új keletű szóval PhD munkája, ami a 400 méter vegyesúszásnak az elemzéséről szólt, és nem csak Szécsi Tamás, hanem Kis László is elismerte ennek a jelentőségét egy-egy olimpiai aranyéremben. Az egyetemi munkásságát nem akarom mélyebben hangsúlyozni, éppen elég, ha én azt tudom. Annyit mondok el mindenkinek, hogy ami létező kitüntetés egyetemen létezik, azt megkaptak, kimagaslanak ezek közül az aranygyűrűk, amit egyszer viccesen mondtam, de higgyék el, nem vicc, annyit kapott, hogy akkor se fér az összes ujjára, ha polidaktíliás lenne. Ezeken túlmenően nem akarom viccesen fogni a történetet, mert nekem mélységes, megható az egész életemet, ahogy végig kíséri, ugye először egyetemi tanítványaként, később kapitányomként, aztán egyetemi tanszékvezetőnként, most pedig, mint egyetemi tanszékvezető nem vagyok képes elengedni a kezét, mert rosszul járnék vele. Ez az érdek nem csak az elmúlt több évtized közös munkája, szóval a legnagyobb dolog az életemben, hogy ezt az embert ismerhetem, és atyai jó barátomnak tudhatom. Hölgyeim és uraim, Tóth Ákos. Tóth Ákos, mint egykori egyetemi tanszékvezető és rutinos szónok a pulpitusnál kíván szólni az egybegyűltekhez, övé a mikrofon. Lehet, hogy rutinos szónoknak neveznek, de ez egy olyan rendkívüli alkalom, hogy nem egyetemi hallgatók, hanem az úszás professzorai és lelkes hívei előtt próbálok megszólalni. Mindenek előtt köszönet azoknak, akik érdemesnek tartottak és beválasztottak a magyar úszó hírességek csarnokába. Köszönet a családomnak, feleségemnek, gyermekeimnek, akik segítettek idáig eljutni, felvállalták mellettem ezt a hektikus életformát. Köszönet az úszósportnak, a sportág vezetőinek, az 55 évért, amit eddig eltöltöttem a sikerek árnyékában. Hiszen ha valaki fellapozza az úszósport annál eszeit, engem nem talál az olimpiai bajnokok, világklasszisok között, de a laudációban elmondottak alapján talán egy kis szeletet kisajátíthatók az úszósport tortájából. Hát ha nem is szeletet, de egy kis marcipán figurát talán. Nem tudom, mit jelent másnak-e szobor, egy művészeti alkotást,
egy szépen kidolgozott fémtömbet? Mi minden jut eszébe, ha ezt egy kiállítás vitrinjében látja? Nekem az eddig a sportban eltöltött egész életemet jelenti, sugárzik belőle az összes élményem, érzelmem és tudásom, amit szereztem és igyekeztem átadni. Most ezeket a személyes élményeimet szeretném megosztani önökkel, veletek, melyeket eddig nem mondhattam el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Bocsánat, Karinti, hogy egy kicsit ferdítettem. Elmondom mindenkinek, hogy mi vonzott az úszósporthoz. Az úszás egy végtelen korrekt sportág. Az úszónak van egy pályája, ahol nem tudják a többiek lenyomni a víz alá, ahol egy bírói sípszó, vagy pedig egy előre eldöntött pontszám meghatározza a versenyzőnek a sorsát. Amikor odaáll a pályára, a rajtkőre, akkor számot tud adni arról, hogy hogyan készült, sikeresen, vagy esetleg bánatosan fejezi be a versenyét. A sportághoz való kötődésem az 50-es évek végén kezdődött, amikor egy vidéki kisváros úszodájában látogatott Madách Imre dédunokája, az internáló táborból szabadult Kohinka Vilmos, aki rögtön az edzőnk lett, és a félegyházi brüggölőben színes történeteket mesélt Csíkverkóról, Gróf Döciről, akikkel együtt úszott. Kötődésem 61-ben folytatódott, amikor fiatal TF hallgatóként, mint erőnléti edző kerültem kapcsolatba Sáros Imrével, Bakó Jenővel, majd Rajki Bélával, aki először adott kezembe egy rugóval felhúzható filmfelvevőt, Bárány Istvánnal, a magyar úszósport polihisztorával. Micsoda nevek! Csodáltam hallatlan tudásukat, lestem minden mozdulatokat, és raktároztam magamba hasznos tanácsaikat. A kapcsolatom a 70-es években folytatódott, amikor asszisztens edzője és segítője és résztvevője lehettem Székely Éves Gyarmati Andrea olimpiai felkészülésének a TF úszodában. Méltánytalanul keveset említjük Válen Gyulát, akinek lelkesedése, munkabírása örök etalon az úszósportban. Szécsi Tamással való kapitányi munkám külön fejezetet, akár egy regényt is érdemelne, amelynek lapjaiban nem csak a közös munka izzó kohójába elért sikerek, hanem a mindennapos, néha gyomorszorító küzdelem és a vele járó stressz is említésre kívánkozna. Nagy szakmai hatással volt rám Kis László, aki Egerszegi Krisztinával, Kovács Ágnessel, Güttler Károllyal, Risto Évával, olimpiai VB, EB érmek tucatjával gazdagította a magyar úszósportot. Semmivel se pótolható szakmai élmény volt éveken keresztül együtt járni a világot, készülni, versenyezni, edzőtáborozni olyan világklasszisokkal, mint a legendás korosztály tagjai, Hargitay, Verasztó, Sós Csaba, Vladár, Vermes, Nagy Sanyi, Vladárzon, az ifjú Darnyi Tamás, akik nem csak a medencében, hanem azon kívül is helytáltak. Később a TF levelező szakedző tagozatán, mint tárgyvezető tanár kerültem kapcsolatba Cene Attilával, Szabó Tündével, Szabó Zsóval és még sok, ma is szorgalmasan és eredményesen dolgozó edzővel, akik gyakran tördelték a tollat a kezükben, használtak el tucatnyi papírzsebkendőt a tesztírások közepette. Életem második vonalát a TF, a testnevelés és sport szentélye jelentette, ahol az idén kezdtem el 51. tanévemet. Csetlőbotló tanársegédként kitűnő szakemberek Koltai Jenő, Bácsalmási Péter, Keresi Endre kézfogásával jutottam el a tanszékvezetői kinevezésig. És 17 évig formáltam, alakítottam az úszás tanszék arculatát. Arszpolitikám szerint egy TF tanszékének nem egy üvegbúra alá bezárva. Az egyetem falai között kell hirdetni szakmai hozzáértését, hanem alapvető kötelessége az adott sportággal való szoros kapcsolat kiépítése és életben tartása. Hogy ez némi sikerre járt, annak bizonyítéka, hogy a kialakított törzsgárda minden tagja, Sós Csaba, Kovács Hegyi Ferenc, Egressi János, Szájer Péter, Nagy Nikoletta, ma is valamilyen poszton aktív közreműködője az úszósportnak. Előttem az utódom pedig kitűnően irányítja a tanszék munkáját. Nagy erénye, hogy most még öreg nyugdíjasként is számít a munkámra. A TF előadásaimon, a szakképzésen, a sportszakmai gyakorlaton azt hangsúlyozom hallgatóimnak, hogy nem tantárgyat, nem egy kötelező kurzust tanítok, hanem hivatást, egy életszemléletet, egy testnevelői, edzői életformát, amihez igénylem az ő odaadásukat, lelkesedésüket.
Egy köszönet keretében lehetetlen felsorolnom azt a rengeteg pozitív élményt, amiben részem volt az elmúlt évtizedekben. Egy-kettőt azért megemlítek. Az olimpiai mozgalommal 1972-ben az ókori olimpiában kerültem közelebbi kapcsolatba a müncheni lánggyújtásnál. Úgy érzem, hogy amit ott tapasztaltam, az a láng még mindig köt az olimpiai mozgalomhoz. És ez folytatódott, csak érdekességként említem, mint olimpiai nagy élményemet Sydneybe, akkor a görög csapattal elsőként vonultam az olimpiai stadionba, és hallatlan jó érzés volt, amikor felcsattant a taps, amikor én ott éreztem magam egyedül magyarként, igaz, hogy a görögök között, de felemelő érzés volt, és megemlítem a moszkvai olimpiát, ahol a 17 éves Vladár Sándor olimpiai bajnoksága után fölállt a dobogó tetejére, felhúzták tiszteletére és nemzetünk tiszteletére a zászlót, és Széchy Tamás mellett hát rázott bennünket az okogás, és felcsendült az ima, a himnusz, amit még ma is a szívünkben érzünk. Ezek az egyedi, nem csak éremben mért élmények kötöttek, és ma is kötnek ehhez a csodálatos sportághoz. Van egy latin mondás, dum spiro spero, amíg élek, remélek. Én pedig remélem, hogy élek még egy darabig, és remélem, hogy a TF és az úszósport továbbra is kincs marad az életemben. Köszönöm, hogy meghallgattak. Sok szeretettel gratulálunk dr. Tóth Ákosnak, a Magyar Úszó Hírességek Csarnokának új tagjaként.